Áprilisban tűztek ki 500 000 forint nyomra vezetői díjat egy ismeretlen férfira Pápán, aki korábban ebben a parkban erőszakoskodott több nővel. A lezárt járda miatt kellett sokaknak az eldugott utakon átsétálni. Augusztus 5-én is megtámadott az elkövető egy nőt, de szerencsére az áldozat ekkor segítséget is kapott. Láttam, hogy itt egy férfi meg egy nő dulakodik. Gyorsan ide siettem, a nő is futott ugye felém, mire ugye én egyből hívtam a rendőröket, egy férfi éppen erre jött autóval és megállt, ő zavarhatta meg a támadót. A nő által megadott információk sokat segítettek a rendőröknek a férfi elfogásában. Itt az van, hogy a díjkitűzés összege annak fizethető ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, amelyek segítségével az elkövető azonosítható bűnösségére vonatkozóan a gyanú megalapozottá válik. A rendelkezésre álló bocsátott adat információ a büntető eljárásban felhasználható. Na most én elmondtam az illetőnek a felső ruházatát, hogy merre menekült, milyen testalkata van, és hogy fegyver is van nála. És szerintem én jogosult lennék erre az 500 000 forintos kitűzött összegre. A nyomravezetői díjat azonban még nem kapta meg. A rendőrség tájékoztatása szerint nem nyomravezetés történt, hanem állampolgári kötelességét teljesítette a segítséget nyújtó hölgy. Közben az akcióban résztvevő két rendőr munkáját a Városházán is elismerték. Dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere pénzjutalomban részesítette a két egyenruhást. Mi elindultunk a belváros irányából a Várkárt irányába, közben rádión bővítette ezt a tájékoztatást számunkra, elmondta a ruházatát, testalkatát, majd a Várkártbe bementünk, és ott láttuk ezt a személyleírásnak megfelelő személyt. Igazoltatás alá vontuk, ruházat csomagát is hajtottunk végre, melynek során előkerült egy kés, majd ezt követően megbilincseltük és ellátottuk a pápai kapitányságra. Az ünnepségen ott volt a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályvezetője is, aki tájékoztatott minket a kialakult helyzetről. Két külön bűncselekményről beszélünk. Ugye az egyik a most augusztus 5-én elkövetett személyremelni erőszak kísérlete, illetőleg van egy április 22-én elkövetett személyremelni erőszak, amelyben tűztük ki az 500 000 forintos nyomvezetődíjat. Én azt gondolom, egyelőre egyébként írásban megkeresés hozzánk nem érkezett a tekintetben, hogy a nyomvezetődíja igényt tartanának, de nyilván meg fogjuk vizsgálni annak a lehetőséget, hogy kifizethető. Az ügy tehát még nem zárult le, és vélhetően a nyomravezetői díj sorsa is csak az ügy végén dől el.